Itt vagyunk már bent a mérkőzésben, Illés Akadémia és a Ravens. Mi az, amit fognak választani? Szerinted, bocsánat. Bocsánat, hogy hirtelen jobban oldalakon gondolkozom, mint választási téren, akkor tévedtem, bocsánat. Továbbra is kék oldalon van az Illés Akadémia, és piros oldalon pedig a Grim Ravens. Igen. Hát maradhat az, hogy Sevennek megpróbálják kiválasztani. Hát most valószínűleg nem Yasuo-val próbálkoznak. Ha, nem hát tudom, lehetséges, hogy Tristanet benézték volna. Én ezen gondolkodom, hogy... Hát ez teljesen. hogy nem gondolták volna, hogy Tristana igazából a középső sőnyre megy, és azt hitték, hogy le fog menni Sennával botlé. De nem tudom elképzelni. Hirtelen közben érkezik, hogy a Gangplank Vladimir tiltás. Anime Boy kapja az áldást. És valószínűleg tiltani fogják egyébként még ezek mellé, vagy el fogják hozni szettet az Illés Akadémia első picknek. Nincs van, mert meg továbbra is csak Librix most megmutatta, hogy erős vele nagyon. Blacky szintén hozhatja, és szerintem Malackónak sem teljesen idegen. Tehát, hogy akár még a végsők után is behozhatják a Set Jungle-t. Nem lesz ezzel probléma az Illés Akadémiának, továbbra is ezt fogják hozni, hogy szabadon rotálhassanak. Nem engedik meg Sevennek ezt a problémát. Most nem engedik meg a részüknek, hogy ez, hogy ott maradjanak bátra, és hoznak, amit akarnak. Na, Thresh viszont open, Rokix is hozhatja, hogy a Vladimir cseréltek be Thresh-re. Benne továbbra is különben fenn van, és a Benz hozhatja, sőt, ugye Tristana is. Kartoszettőfüggetek tiltva lett, nem véletlenül előző game-ben eléggé megkeserítette Loxigár életét, Malackó. Na, de ez csak egy úszáj lesz. Wow, két lép. Wow, két lép. Azt kell mondjam, hogy gratul nekik. Elég szépen ezért a választásért, mert nem gyakran látjuk két lép. Nem egy off-meta ős, tehát lehet hozni erős karakter, és arra igazából, tehát egy Caitlyn-t megfogni, nem tudom, tehát Frenna most mindenki például biztonságosra megy el. Ettől függetlenül, hogy egy Thresh van mellett, hogyha agresszívaknak kell lenni, akkor ott tudnak lenni. Érkezik a Syndra választás, ez még mindig ugye egy teljesen flexibilis választási Illés Akadémia részéről. Igen, akár Benz, akár Exciknél fellelhető. Nem tudom, Caitlynnel szemben hogy működik egy Syndra? Elpusztítani, el tudod, elbursztölni, el tudod, de könnyen el tud menekülni, tehát a range-et nagyon jól tudja tartani, ezért pókolni nagyon-nagyon nehéz a karakter magát. Úgy néz ki, hogy megint ez a dupla AP felállás lesz, mert érkezett Alice a dzsungelba Malackóhoz. Megint az early game-et akarják megnyerni. De ez az a baj, hogy oké, megnyerhetik az early game-et, de most a Ravensnek kell valami jót draftolni létre, vagy Loxigár. Noisy bejött jungle-be. Srácok. Mert ott a Szénzeós egy jó választás. Kapott erősítést maga a hős, lehet hozni, és alapjáratban őt nem nagyon szoktuk mostanság látni. Se profik mérkőzésen, se solo queue-n isten igazán, de potenciál van benne mindenki. Így van, be lehet menni, tehát fel lehet venni a versenyt így a játék korai szakaszában, akár egy Elise-szel is, és sokkal többet kell neki genken, és nem lesz ennyire kiesve a játék korai szakaszában, mint egy Silas-szel. Ez érkezik a Cassiopeia-t, és a Ravens azért nagyon fixen rámegy erre, hogy nem akarnak más bannolni, nem akarják odaadni a komfortos választásokat igazából az Illés Akadémia részére, viszont így, hogy Syndrájuk van. Van egy Syndrájuk, van egy Elise-ük, és ezek után kidobják Cassiopeia-t, mert úgy gondolják, hogy még akár Benz vagy egy Syndrájuk. Kicsit sok lenne, szerintem, tehát itt most... De akár a Morgana is, tehát ezeket a tiltásokat én a Ravens oldalra nem feltétlenül érzem. Mindenképpen kell az AD damage és az Illés Akadémia részéről, és az első game-et ezt itt nagyon elbukták. És hogy ezt most is tehát kidobják nekik, hogy még ne is gondolkozzanak róla, hanem hozzatok AD és legyen nehezebb dolgunk. Picit így érzem most ezt. Senna benn van különben, és Ravens egyértelműen nem hozhatja. Az Illés Akadémiának pedig viszont open. És továbbra is lehet, amit te említettél, hogy egy set Senna. Tehát Blacky kezében még mindig működhet. Seven Echo Mid, ezt már láttuk, level 3 dive volt is. Igen, több kevesebb sikerre. Nem tudom. Oké, hát úgy néz ki az Echo. Úgy érzem, hogy a drafton most nagyon a Ravens, nem akar.
nem akar igazán alkotni, vagy lehet, hogy ez egy begyakorolt kompozíció az ő részükről, de nem nézem meg azt a potenciált, hogy meg tudják fogni jelenleg az Illés Akadémiát. Az utolsó meccsre! Mi van ott? Wow. Meglátták a midlanert, azt mondta Blacky, azt megfogom. Nagy a baj. És ott van a Senna, amit már párszor említettem. Egy érdekes, mert így egyértelmű, hogy... Nem. Bemehet botra... Igazából Blacky? Eszik le egy botra szettel, és Syndra top lane? Nem tudom. Hát most megint itt vagy, Anime bajban van. Ugye neki ki lehet szedve a három olyan hős, amivel komfortos, hogy kettővel ki lehet szedve, egy el lehet hozva. Anime baj mit fog erre hozni? Végül is simán be lehet játszani. Pantel. Gondolj bele, Katarinával fog farmolni Blacky végig az alsó ösvényen, Benz pedig hozza a Sennát. Én is ezzel gondolkozok. De azért... Katarina support. Vagy lemegy Syndra egyébként az alsó ösvényed esetleg. Tehát egy cikk lemegy egy Syndrával. Még ezt tudom elképzelni, és elbursztolik Frennet, ahogy tudják. Ilyen elképzelésem van. Ez különben egy... valószínűleg ez lesz, tehát hogy inkább a Syndrát nézném meg a támogatóként, ugye egy Senna mellett ő tud farmolni viszonylag könnyen, ott van továbbra is a potenciál sebzés szempontjából, Benznek továbbra is erős lesz, és igazából Blacky meg komfortos minden, szóval őnek is teljesen jó. De a Ravens hatalmas bajban van. Animeban nem tudom, mit fog kezdeni az a Pantheonnal, Topol, mert ugye általában minden lehet vele jobban mozogni. Topon kíváncsi leszek. Persze le tudja védeni Librixnek majd a Haymakerét, de ezen kívül elkapni őt. Hát Loxigára rengeteg múlik most. Tehát ő neki meg kell indítani vagy Anime Boyt, vagy Seven, vagy Frennáékat, de ha itt nem lesz aktív, és nem fog tudni kileket szerezni a Ravens, akkor teljesen elhullott. Ugye láttuk először, vagy most látjuk először Pantheonozni egyébként Anime Boyt, eddig egyáltalán nem volt ez benne a hős választásai során. És ahogy mondtad is, hogy valamit kell vele kezdeni ott a felső ösvényen, mindenképp rómolnia kell vele, tehát ez egy olyan téren pozitív dolog, hogy Anime Boynak két lehetősége van sidelane-ről eljönni. Meg lehet vele fogni különben a Katarinát. Tehát, hogy... És lehet, hogy cserélnek? Anime Boy bemenne midlane-re Pantheonnal? Hát nem tudom, megfogni Katarinát meg lehet valamennyire, ott de... Ott van az aztán, tudna jönni Loxigár, meg lehet ölni. Ráadásul sebzésben sem annyira jó Katarina Pantheonnal szemben le tudja bögdösni folyamatosan, és én nekem ezt több értem, de mit fog kezdeni? Nem mehet ott a szethez. Szerintem nagyon fogja verni. Nem, én azt mondom, hogy Katarina sem mehet hozzá. Most gondolj bele, eldobja a dárdáját, onnantól kezdve az egyik legnagyobb damage potenciálja nincs meg. Ha nincs fölcsárgyolja a passzív Pantheonnak, elég rádobni a tört, fogja magát, odaugrik és mögé kerül Pantheonnak. Tehát a passzívja a Katarinának, az be fog sebezni, és az az egyik legnagyobb sebzés az ő részéről. Mindegy, ez majd úgyis ki fog lassacskán derülni, hogy Eszik fog-e az alsó ösvényre menni, vagy pedig Blacky azt a Katarinát esetleg behozza a Senna mellé, nem sokára kiderül, hamarosan jövünk. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a mai nap utolsó mérkőzése, Illés Akadémia és Grim Ravens 1-1 az állás. Itt a killeken rengeteg minden fog múlni, Malackónak, Blackynek, folyamatosan ez lesz a fontos, illetve Anime Boy, Loxigar, Seven, nekik is a killeket kell szerezni, hogy előnyt szerezzenek, utána pedig az előnyt megszerezve be lehet fejezni a mérkőzést. Inkább is mindkét oldalnak ez a terve. Na ez így hamarosan ki is derült, ugye, hogy Blacky fog itt a középső ösvényen alkotni ezzel a Katarinával. Be akarta hozni, be is hozhatta. Én szerintem most kifejezetten örül nagyon Blacky, hogy Katarinával büszkélkedhet a Ravens ellen. És ugye, hogyha megnyerik, mutatni. Tehát hogyha megverik a Ravens-t, akkor
Valószínűleg így elmondhatja az Illés Akadémia, hogy nem egyszer, hanem kétszer is sikerült úgymond visszafizetni azt a három vereséget a Ravens összesen itt az ember folyamán. Kartusz volt tiltva a Katarina helyett. És szerintem erre számoltak különben itt az utolsó mérkőzésre, és már Blacky készült erre. Blacky vagy Seven, végre megnézhetjük ezt az Assassin csatát, mert engem különben nagyon érdekelt, ki az, aki győzedelmeskedni tud. Tudjuk, hogy Seven megpróbálkozik azzal, hogy megfogja ezt a katát. Hát kíváncsi várom, ki fogja nyerni ezt a lényt, mert mind a kettő karakter nagyon-nagyon erős, mind a kettő tud alkotni szépeket. Mobilitás terén tény, hogy Blacky nyer, viszont nem tudod elfelejteni, hogyha Echo-val ugye csúszik egyet rá, ugye rá akar ugrani Katarinára, és ha Katarina véletlenül rossz pillanatkor tolja el a sunkót, akkor ugye Seven megy vele, teljesen. Na, meg is van az első kisebb csata. Seven jött ki belőle jobban. Csak level 1-re meg tudja hozni, de level 2-től kezdve, hogyha megvan a sumpó Katarinán, vagy pedig W-vel nyit másodjára Black, ugye, és akkor ott a dupla tör, passzív sebzéssel. Fennelljék különben, lehet itt lehetőségük, mert akár esziket, akár benzet elkapják, Crocix-nak rengeteg CC-je van, Frenna még oda tud dobni egy csap, de hát időközben pedig Seven-ék küzdenek megint középen, ott megállás nélkül megy majd a harc. Az alsó ösvényéken könnyen le tudja tolni, és jelenleg itt Benzt is esziket, tehát nem nagyon tudnak majd mihez kezdeni szerintem azzal a két lin-trash kombinációval rögtön a korai szakaszba. Ez viszont ugye könnyen ingyen sárkányt jelenthet a Ravensnek, ezt megpróbálják megjátszani, mert a Seven le tudja tolni könnyen a középső ösvényt. Alsó ösvényen két lin nagyon gyorsan letakarítja azokat a véveket, és Loxiger bátran mehet át az NFL jungle-be így. Így van, Malackónak nincs róla információ, de Seven is érkezik, kicsit hamar lebuktatják a dolgot, Malackó kimenekül, szóval ez Loxigernek egy pirosat jelent. Na csak Rockix is itt volt. Jó, na most Malackó visszakapja a kölcsön. Szóval megpróbál átvenni a túloldalra, vagy... Hát nem tudom, valahol gegeli próbálják csak Seven, közben van info, hogy Loxiger ott van. És el lehet kapni, bár azból nem lesz köszönet, és mindenkit megmozdult Malackót, meglátják Sevennek, ott van a pajzs, és esetleg le is tudja kábítani, bajba van, megvan a first blood, ráadásul Katarinán, de Loxiger azonnal visszaosztja Malackócsikről eltakarítani. Blackynek meg lett az első lépés, és itt Sevennek nagy baj van. Látszik a tapasztalat egyébként Blacky, hogy ez a Katarina nagyon jól ismer, és nem csak a saját hősét, hanem ellenfeleit is, hiszen ha megnézed azt, hogy meddig kivált azt aztán. Pontosan tudom, hogy még másodpercben kell onnan kiugrani. Nagyon szép, hogy megvált azt, hogy egyszerűen Seven pont akkor bement, és abban az 1000 másodpercben sumpózott át arra a minionra, ezáltal ugye nem kaptam meg a stunt, és tudta osztani tovább a sebzést, ugye, és hát végül az éget is el tudta hozni Seven. Nála volt a first blood, és ugye el tud indulni Blacky, az óriási baj lesz a Ravensnek. Én erre az anime boyra leszek kíváncsi, itt lehet kezdeni ezzel a pantan. Igen, most az elején így pántalmazhatja a Leaflix-et, oké, ott van, Haymaker kijön, de anime boy, ne felejtsük el, hogy különben egy manás hős, Leaflix pedig nem, legalábbis Seth, nem. Seven, megint elmehet Malackóra, megvan aztán, egyelőre jó a sebzés, de többet nem tud kiosztani, ráadásul fél a Katarinától, nem véletlenül, Blacky jöhet, van flash, Sevennek nehéz lesz elmenekülni, érkezik Loxigár, mint felmentős elejt, de pajzs nincs sok ideig, de ott hagyja Loxigár egyszerűen, Blacky hagyja, hogy hagy menjen, érkezik a teleport, Rockix, nem jó a behúzás és a megmentés sem, ráadásul Blackynek lehet menni tovább, Malackónak egy kill, Blackynek egy kill, és jön a kis pingvén. A Ravens... Nem, a Illés Akadémia nem akar lúzolni ezzel a Katarinával. Eddig kettőből kettő játékot nyertek meg, amikor Katarina volt minden Blackyel. Úgy tűnik, hogy a harmadik győzelmet is meg tudják szerezni, ugye? Mit nem akar látni? Azért tudjuk, hogy Kassadin nagyon erős tétgémer, tudjuk, hogy Vladimir erős tétgémer, de az, amit Isten igazán te nem akarsz látni, szerintem semmilyen szóló kiba, semmilyen játékban, az pedig early game-ben elfeedelt Katarina. Így van. 2-0-1-ben van már most. Seven látszik, hogy nehezen bír vele. Megint rámehet Blacky, Seven pedig defenzíven. Pajzsol. Minél előbb megvan rajta az a Hextech Gunblade, annál előbb fog véget érni úgymond a Ravens pályafutás itt az NFL playoffján, hiszen aki itt ezen a mérkőzésen veszíteni fog, attól el fogunk búcsúzni. Itt az alapszakasz további részében. Minden kiesésre megy.
Rockyxék próbálnak itt valamit kezdeni, de semmit nem, fogást nem találnak majd Blackin. Blackin nem is, de malackot próbálják megfogni, ahogy tudják, hiszen... Seven. Stun nincsen, viszont ott van már a level 6, Seven is vissza tud ultizni, érkezik most a másik teleport. Sikerül malackot eltüntetni, Blackinek ki kell flash-elni. Azért ez egy sárkányt is jelenthet. Anime boy, bedive-olják! Ő tartja magát és lehet dive-olni vele, de Blacky kiugrik. Anime boy. De azt hiszem a Ravens azt mondta, hogy jó gyerekek, ezt most azonnal állítsuk meg ezt a Blackit, mert különben itt nagyon nagy gondok lesznek. Hát viszont túl sok erőt, túl sok energiát használtak el szerintem erre, tehát... Hát egy sárkány is lehetett volna, hát egy dive-olni próbálnak, mert most már ilyen malackó. Dért Librix. A sárkány az nem szempont, killek kellene. Szillis Akadémia bemutatta mind a két game-be egyébként, hogy tudja hozni a killeket. Malackó kérdés, hogy ha malackot meg tudják fogni, és egy picit úgymond elfidelülni rajta, akkor szerintem a Ravensnek van esélye. Viszont az, hogy Seven, ha nem lép le a középső esvéről... Seven. Menekülni próbál, megint ott van a stun, amivel számolhat. Jó a visszasebzés, malackó pedig egyre nagyobb bajban van. Nagyon fáj neki különben ezek a találkozások, és az is a low HP, és Crocix megérkezik. Sikerül malackónak kiflash-elni, Blacky még bajban lehet, de gyönyörű ugrás. Nagyon szép volt Blackytől egyébként a tör, hogy pont úgy dobta rá Crocix, hogy a fal túloldalán landoljon, és ezáltal át tudjon menni, vagy el tudjon menekülni előlük. És hiszem, most ez a két szint különbség az Loxigár és Malackok között van. Na, meg. Igaz, most már utolérte egy szint különbségre, de ez nem elég. Itt van középen is. Multival jöhet, akár botra is. Nagyon kín vannak. Benzék, info van róla. Visszafordultak. Ward kint volt, látták, és Librix tud előre haladni, viszont Anime Boynak nincs teleportja. Nem baj, fennáll. Nem is kell, mert lejön. Pontosan ez nem kell, mert lane swapolnak. Ugye ezek a swapok azért szoktak megtörténni, hogy a sárkány után közvetlenül föl tudjanak menni a Heraldra biztonságosan, hogy az alsó ösvény, tehát két játékos tudja egyszerre támogatni a adott csapat jungle-ösét. Ebben a Ravens mindig is erős volt, de ugye az előző két játékban inkább az Illés Akadémia dominálta nagyon durva szinten, úgymond itt az early game-eket és az objektíveket is. Most viszont úgy tűnik objektívekben a Ravens meg tudja fogni az Illés Akadémiát legalább. Hát valamiben muszáj lesz, mert egyelőre Blacky nagyon meg van indulva, és ő is el fog tudni kezdeni rómolgatni. Ettől függetlenül egyébként a két középső esemény között nincs nagy különbség, és ez egy dolog miatt történik meg, lehet, hogy van rajta két gyilkosság, és a farm, igen, pontosan. Megnézed a farm különbséget, már most mid lane-en, ez bőven nem elég. Blacky hozzászokotta. Hopp, szemben. Blacky killeket szeretsz farmolni, ez jó, csak az a baj, hogy ez hosszú távon nem fogja megérni neki, mert nem fog olyan szinten indulni, mint lehetne. Igaz, sok volt a rómolás, sok volt az, hogy menjen egyszerűen malackónak segíteni, de Seven cserében mindig letolta, tehát Seven ezt nagyon jól látta meg, és nagyon jól tudják, hogy ha nem akarják engedni Blackyt, hogy rómoljon, akkor le kell tolni. Ha letolják a lényét, és ettől függetlenül Blacky rómol, az annyit jelent, hogy XP-t fog húzolni, illetve farmot. Eszik, itt van, négyen vannak, ezt nem akarják, de úgy néz ki, bevállalják, sikerül ezt a négy ember, és ott van rajtuk, dupla gyilkosság Blacky! Ajjajjajjajjajj. És most letolni sem sikerült azt a lényt eléggé. Gondban van a Ravens, azt kell, hogy mondjam, egyszerűen így elengedik a mérkőzést, tehát... ugye előbb említettem, hogy ezzel igen, próbálják... Az Anime meg... Boy, igen, szedik. Librix és Anime Boy küzd meg egymással boton. Librix esetleg rámehet, még van ott flash meg ulti is. Malackó el... Ojja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 jj
fogni ezt a Eradot, és van most már róla, van rálátás pontosabban. Igen, van információ, Balackó bajban van, Roxigár üti egy-kettő, itt van még Krokix is, és sikerül elhozni a Roxigárnak a Eradot. Ez hatalmas igom Balackótól. Nem is igazán értettem, hogy kiütött a szemét, elindult a harapás, smite-olni nem akart egyszer Malackó, úgy lesz, hogy nem lett volna elég, hát a 4-20 element utána látszódott. Egyszerűen meglepődött, nem mind Malackó, mind Oxy, hogy egy életelően érte túl csak az a Herald, első torony ebből nem lesz. Úgy van, legalábbis Tidés Akadémia oldalán, Ravens jól érkezett ki.
Mármint az Illés Akadémia érkezett ki jól, az Illés, a Ravensnek a heráldja. Ja, én arra gondoltam, hogy a hírnökre érkezett ki jól az a Ravens. És tüntette el malackót. Jajajajajaj, bocsánat. Én még megvannak. Egy lépéssel hátrébb voltam, te voltál, igen. Miközben látszik, hogy itt középsős fény, annak ellenére, hogy 4 gyilkosságban Blackint csak 600 arany előnye van, és ez pontosan a farm miatt látszódik meg, 20-as farm különbség mindig a két játékos között. Seven ezzel próbálja kompenzálni azt, hogy ő nem fog nagyon kimenni rómolni, cserébe egyfolytában lepusolja Blackinek a középsős fényét torony alatt, a minyarokat szépen elfosztanak. De ez egyedüli előnye most jelenleg az, hogy egy fél talán egy szintet ver jelenleg Blackire, ez viszont nem lesz elég. Hogyha Blackinek kohomutócsát meg lesz-e, meg is van a hashtag upgrade-je 11. percen. Itt egy elég nagy sebzés forrás lesz, majd 400 arany van rajta különben. Ha megölik, akkor annyit kap. Ez az a szerencsés. De az sem biztos, hogy meg fog halni egyszer is. Elég mobil ez a Katarina. A mozgásnak köszönhető az, hogy Blacky eddig játszott a Katarinát, abból látszik, hogy nem egészen olyan ember, aki könnyen meg tud halni vele. Nagyon jól észreveszi azokat a szituációkat, hogy meddig tud bennmaradni teamfightokban, mikor kell kijönnie, mikor kell otthagyni úgymond csapattársát, hogy ne adja le ezt a goldot az ellenfélnek pluszba. De hogyha egy jó húk érkezik Rockist, akkor meg lehet fogni. Mondjuk, hogy ez elég lesz-e egyáltalán Blackek az eltüntetésére, azt majd meglátjuk. Az a, hogy ezt Flanna fogja megsínleni, hogy Blacky ennyire erős. Mert Krokix nem hiszem, hogy le fogja tudni szedni róla. Arról nem is beszélve, hogy igen, ott lesz még Seven, de Loxigar is kaphat belőle. Anime Boy, hidd el, nem csak tud felbe érkezni. Lesz, akit ezzel megszívatnak. Szép, ott van a behúzás, megvan aztán, rögtön eltüntetik Essiket, de nem ő most a fő célpont. Benznek is menekülni kell, double kill. Kat jelenleg Frennán, ugyanúgy nem rossz a beérkezés Librix, de hatalmas a Haymaker! De jó ég, és most érkezik be Blacky! Frennán nem tud vele mit kezdeni, és remek a fordítás az Illés Akadémiától. Ott van még egy double kill, és lehet meg lesz a triple. Itt van még Seven, aztán megpróbálkozok, de nem sikerül Librixnek elhozni. Megpróbálja megölni, oké. Rendben, Seven és Blacky párharca, erre vártunk már régóta, de Blacky az, aki kimenekül. Érkezik még a teleport. Seven végig tudja ütni Blackyt, ott van még a pajzs, és Blacky valószínűleg be fogja fejezni, nem? Ott van még az úgyis Seven javít! És jó neki az a gold! Te jó ég, mennyire el volt ez húzva! Seven végül megteszi, Essiknek a teleportja. Ez ami sokat segít, hogy benzulti. És így is belehal Blacky. Blacky nagyon szépen kivárta ezt, hogy be kelljen mennie. Jól ment visszafele. Kiérkezett igaz a trash hook. Igaz, hogy nem volt ne pantolsz, de tudta, hogy még nem mehet be, még kell egy kis sebzés azokra a ellenfelekre, hogy könnyebben el tudja takarítani őket, és meg is van a reszleten. Katarinával az egyik legnehezebb dolog, hogy tudjad, mikor mehetsz be. Tehát mikor van az, amikor 100%-ra reszletelsz. Ha reszletelni tudsz egyetlen egy karakteren képességeket, onnantól kezdve óriási előnyöd van. De ezt nem tudod megtenni egyáltalán, akkor vége. Úgy mondanak a pályafutásnak, amilyet az a bementél a teamfightba. Ez nagyon nehéz, tényleg, tehát Blackjack minden elismerésem. Tény, hogy egy nagyon sokat játszik Katarina playerről beszélünk, de hasonlítsuk össze, ez egy versenyszint. Itt nem olyan egyszerű bemenni vele, mint például egy-egy solo queue-ba. Így van. Itt azért összebeszélnek, meg látják, meg megkapja a fókuszt, hogyha arról van szó. Most inkább Essiket takarították el, meg Benzt később. Ő nekik meg nincs akkora sebzésük. Most jelenleg Blackynél. Vérgében gondolkozok kicsit, hogy Loxigar mit tud kezdeni majd ezzel a Sinzaóval, mert hogy egy nagyon erős hős, de több függet nem szabad elfelejteni azt, hogy Elis is hatalmas sebzés van benne. Viszont két szint lemaradásban van. Úgy van, ez majd a smite-oknál lesz fontos, és Loxigar azért folyamatosan néha átnéz az ellenfél dzsungelébe. Anime Boy van egyedül. Óceán sárkányként a lélek, ugye nemrég veleszedték itt a második sárkányt is a Ravensesek, és innentől kezdve ugye már lehet küzdeni azért a sárkány lélek darabokért. Mi lesz itt a legnagyobb problémája a Ravensnek? Mert megvan a Blacky, de Librix mekkorát játszott, láttad, hogy az hatalmas volt ez a Haymaker. Teven igazából. Librixet ugye kicserélték volna az első játéktól kezdve. Totálisan más hozzáállás van az a szethez, sokkal máshogyabban játszom a szituációkat, és sokkal előnyben van.
Anime Boy Anime pedig Boy. Úgy döntött, hogy kirándul egyet itt az ellenfél Jungle-ébe az útjának köszönhetően. De hát sajnos úgy tűnik, hogy őnek is a járatát egy pillanatra törölték az elején, aztán későn érkezett meg. Az Anime Boy még nem igazán tudott megindulni, és ezekkel az ultikkal sem tudta elkapni. Na most lehet, Blackinek bajban van, ott van még a torony. Tehát hárman vannak rajta, ennek Blacky egyáltalán nem örül, sőt, az észindő hol szintén rajta. Blacky próbál menekülni, amerre lehet. Egy torony cserébe leesik, másik oldalon pedig malackóik elkezdik a Heraldot. Ha valamiért le kell áldozni Blackyt, akkor ez az. Friend a körben folyamatosan figyelj, hogy Blacky ne tudjon ráfordulni, Blacky visszafordul, de a shutdown Frennáé. Tényleg egyfajtában azt hiszem, hogy jó, lenne picit közelebb, hogy ezt meghalsz, nem érdekes, talán még el is tudok menekülni neked köszönhetően. Éppen tartotta a távolságot. Nem. Seven esetleg be is, mert elég közel van, de azért ez elég vészes. Nincs meg. Nincs meg a Herald, mégis a lopás Seven-től, de lehet folytatni. Crocix-ek mehetnek. Seven-nek nincsen ulti, ezért ez vészes, de Blacky nincs 8 másodpercig. Crocix. Crocixnak egy jó húzása. Látják már Librixet. Librixet sikerül behúzni. Ott vannak kettő emberes stun, akár össze is jöhet. Seven nagyon erőnek. Eszik pedig teljesen ledarálja. Ulti nélkül hogy lehet ilyen mélyre menni? Úgy néz ki, hogy Crocix is hasonló sorsa jut. Fennegne pedig menekülni kell. Szép! A lábmunka. Függetlenül nagyon rosszul jött ki ez a Ravensnek. Blacky pedig most üldözetből üldözővé vált. Lottigát akarja elkezdeni, Lottigának pedig figyelni kell, hogy hova megy. Herald itt van, Malackó az, aki bekeríti majd Lottigát, legalábbis ez a terv. Lottigára esetleg el tud ugrani, de egy kis helyet csinál, ott van, szép a lábmunka megint. Lottigára egy ideig meg tudja úszni, most rámennek, ők ezen Anibeboyék akarnak kimenni, de nem lehet. Lottigárt megvenni, hogy ott van még az ulti, az azért meg tudja védeni magát. Teamfight kompozíciókeként így most végig gondolva, hogy mit tudnak kezdeni, ugye nagyon jó az engagement Ravensnek, a sebzése is ott van, tehát azért CC-ből nincs hiány náluk, Animalból be tud menni ultival, le tudja stunnolni a prio targeteket, Loxigar be tud csúszni, ki tudja lökni akár Blackyt, arról van szó Katarináját, Seven be tud menni stunnal, Frennának ugye elég a nagy távolság, és akár hogyha nem resztetelődik Blacky egy teamfightból, akkor nem is tud rámenni olyan könnyen Frennára. És hát ugye az a bizonyos hook, flay párosítás, hogy nem nagyon érdekeljen senkit, de ha betalál, akkor a Spy rendes az Illés Akadémiának. Túloldat egyébként ilyen nincs nagyon lehetőség, tehát ott van egy Syndra-szán, ott van az a Kokuna Elis-től. De Librix tud még jönni. Librix tud jönni visszahúzni, de ahhoz ugye nagyon közel kell menni hozzájuk. Tehát távolsági dolgokba egész terén a Raven sokkal erősebb. 2v2 van, mondjuk érkezik még Crocix is, Malackó és Blacky. Sőt, Benz is itt van. 3v3-ra módosul a helyzet, Lockzigár még bokorban vár. Dive-olni ezt nem kéne. A Tipos már leszokott így setről, inkább ugye ez a tipikusan Blade of the Ring inget vesznek neki első itemnek, utána pedig jött a Easterek. Anime Boynak ki kellett időközben fesselni toppot. Seven van bajban, Seven van bajban! Sikerül még ultival kimenekülni, ez a Blacky akár közel is mehet. Rögtön az Ace in the Hole, Blacky hamarabb el lehessen tüntetni. Zónázó, és nem rossz, Malackótól a beugrás, érkezik a teleport, de Malackó azonnal belehalt. Eszik még itt van neki, azért még van területi sebzése, érkezik a teleport Librix-től. Anime Boy pedig beérkezett hátulra, ez nagy baj! Valahogy azt kell mondjam, hogy Anime Boy, illetve Malackó most hasonló cipőbe jár, tehát ez a... Srácok, befleseltem! Ez a kicsit hasonló szituáció, ami szerintem tegyél ezt meg nekem egyszer, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy megyek, és így abban a pillanatban benyom a flash mindent, mert meg 20 km arra. Na, hogy ezt tudom elkezdeni most Malackót is, srácok, bemegyek, BOOM! És így tök jó, csak ez így nincs ott a team, nem volt ott Blacky, nem tudták follow-up-olni. Nem volt az alsó sviér, Anime Boy is hasonló, leérkezett TP-vel. Szemönnek nincs még ulti, a Librix-ék elkapják, akkor őt halott, megpróbál kimenekülni a pajzs. Nincs meg, de flash-sel megúszza. Benz még itt van oldalt, ő esetleg elkaphatja. Eszikék folyamatosan üldözik a Ravens-t. Most már ott van az ulti. De sejtik, hogy ott van Seven. Ki kell onnan ugrani, nem lehet ezt megharcolni. Szerintem szépen lassan egy erősik az az Echo-val, és a kérdés csak az, hogy mikor jön ez a pillanat, amikor rá tud ugrani Benzre vagy Eszikre, hogy nagyon gyorsan eltüntesse. Blackyre azért sem mondom, mert
Hát aki tudja dodge-olni. Nagy valószínűséggel be fog majd vásárolni magának ez zónyát, és jó, ez ciki is, de annak már azért későbbi szakaszban lesz. Sorra szerintem elsős, sorrendben később fog érkezni az ő részére. Viszont közben nézd meg, Katarina, mi van. Mire gondolsz? Egy temetteri. Igen, a Warhammer. Nem mert feltétlenül megszokott választás, ugye nagyon sokan inkább csak kizárólagosan pure AP-ra szoktak ugye a Hextech Emblét kivételével építeni, viszont Blacky ugye ilyen téren más. A malackó. Én malackó találja szemben, mert Loxigára, de Loxigár bírja a sebzést, és ott igazából van egy halott malackó. Malackó 1-6-4-ben. Úgy tűnik az időzés nem a legtökéletesebb, hogyha szabad ilyen finoman fogalmaznom malackóról. Nem találja maga ez pontokat. Jelenleg az egyetlen pont, ahol nagyon-nagyon bukik az Illés Akadémia, ez nem más még, mint a Jungle. Ugye 6 gyilkosságot is adott, 11-ből összesen a Raven, szegény minden más játékos egy-egy-egyet ki, hogy lett 2. Tehát ugye rajta az a fókusz, utána nem csodálkozom, sőt csodol, csak 2-szer halt meg. Ezt szedtek egy tornyot topon, de cserébe Librix tudja ütni őket. Oh, Frenna. Oh, guys, elég. Igen, Frenna. Lelépett, nem, természetesen egy rövid technikai szünet remélhetőleg. Frennának volt egy kis problémája, van egy kis problémája. Reméljétek, hamarosan visszajön. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt, mert ez nagyon szoros mérkőzés. Oda-vissza mennek a killek. Hát figyelj, az, hogy mi lesz itt, az mindig a jövő zenéje, én ezt szoktam rá mondani. Viszont azban biztos vagyok, hogy ez a Death Dance, ami a Katarinán van, az egy nagyon nagy probléma lesz az a Ravens csapatának. Nagyon jó ez a két item rajta, ugye a Death Dance nemrég egy kisebb erősítést kapott. Kisebb? És, hát kisebb. Ó, hát na, tudod, a buffokra azt szokták mondani, amikor annyi plusz elsebzésbe mérnek, rácumantam azért, jó, a kis buff, jó az úgy, na ez körülbelül hasonló itt a Death Dance-en. Ez óriási problematikát fog okozni, jó az észrevétel egyébként. Régebben is vásároltak Death Dance-t Katarinára, de nem feltétlenül mindenki, viszont Blacky, hát látszik, hogy ismeri a hőst, maradjuk annyiba. Igen, ebben a szituációban nagyon jó lesz neki, nem lehet csak olyan könnyen eltüntetni, mert miért is jó ez a Death Dance. A sebzés, amit még pluszba tud osztani, ugye miközben osztják, hogy hát, na, true damage, please. Így. Nem kell ezt nagyon vitatni. Nem tudom, én nekem nem a kedvenc itemem, mert nem feltétek a tényleg, szerintem én is megvenném, de... Hát nem is ritkán veszem ma Akaira, de... de Éri Keri ma Akaira? Azért félelmetes, igen. Meg a régi szép idők. Gyökezetig Librix rolja topot. Minden nagy bajban van. Kinek van takarítási lehetősége? Különben Seven az, aki tud takarítani. Anime Boy, be tudom négy dárdát, de hát ez nem sok. Igazából, és többiek nem igazán. Frenna, még távolról. Hát én nem szabad elfelejteni, hogy erre. Ha már visszatérök is a Death Dance, hogy nem vettem ugye hozzá, hiszen plusz heal neki ezáltal, Blackynek. Ugye minden egyes sebzés, ugye pszichikális sebzés, illetve ugye mágikus sebzés, az fogja majd 15%-et vissza is healeli, amit kiosztott damage. Azért Seven. Az fáj. Oldalról egy... Tud catchelni, lehet? Na, egy jó stun területre. Van rá lehetőség, Librix az, aki előre megy. Bírja is a sebzés. Seven 4 embert tartani, ki tud jönni Loxigára, 4 embert lök el. Rockingszék oldalról, Librix az, aki bajban van, most tényleg csak egy-kettőt bele kéne jutni valakinek. Frenna oldalról, nem farbolni kell, hanem Blackie-t megölni, egy ember megvan, megvan még ő Blackie, és most előre mehet Rocking. A nagy része a sebzésnek eltűnt az Illés Akadémiából, de itt van még Blend, dupla gyilkosság Frennánál, aztán meg lesz a harmadik is, sikerül megölni, Eszik pedig menekül. Illés Akadémia nem nagyon akar belemenni ezekbe a harcokba, Szevennek jó volt az érkezés, nagyon ott gyorsan eltűntették Blackie-nek az életét. Eszik, kiflessel, nem jó aztán, Seven pedig érkezik. Meg tudják ölni ezt Esziket? De ez veszélyes. Seven biztosan. Sevennek mindenképp. Eszik le is tett az életére. Megpróbálta még Anime Boyt elkapni. Szevétel jó volt, Anime Boyt el tudná tüntetni, de...
De Seven egyre jobban erősödik, és ez egy óriási probléma ezt az ülés részére. Megnézed ezt a fight-ot? Librix nagyon-nagyon sokáig tartotta a helyzetet. Ugye Anime Boy szinte sikerült volna elhoznia, de ugye érkezett az ott nem is Seven-től. És itt nagyon bátor volt ez Blackie-től. Ez a backflash. Ugye próbált bőle reszetelni, hogy valamit alkosson, de ez nem volt közel se elég. Időközben pedig Malackó. Mint lehet menni előre. Négyen vannak a hárommal szemben, Anime Boy megérkezik. Sárkány egyértelműen a cél, Seven nincs a környéken sem. Azt kell, hogy mondjam, hogyha Malackó nem kapja össze magát itt egy a játék későbbi szakaszára. Teleport nincsen, de a második sárkányt odaadja a Ravens az Élés Akadémiának. Ezt már többször is beszéltük, hogy az első két sárkányt elengedik, a többit nem próbálja elhozni az Élés. Nem rossz ez nekik, főleg nem Librixnek, ugye passzív plusz Ocean Drake. Hát igen, ez látszott is, hogy konkrétan Loxigar egyszer megütötte a 0 HP-s Librixet, és Librixet meg se érezte. Tehát annyi volt neki a regenerálódása, mint nagyjából Loxigárnak a sebzése. Ránézett kicsit arra Caitlyn Bealdre, megint ott van az a Hexdrinker, ugye mint Pantheonon, mint Caitlynen, érkezett az véletlen. Executioner, ugye Senna hírre, illetve ugye Blackie-re is, hiszen Death Dance, illetve a Hexagamblade-nek köszönhet, illetve a rúnákkal egy Blackie nagyon-nagyon fel tud healelni magán. Ezek azok a pillanatok, amikor benne vagy az, hogy oké, okay, Katarina lop HP-on, végre elpusztítom, végre megölöm, és amint egy passzívjára ráugrik és téged megsebez vele, egyből visszatölt az életere, nagyon-nagyon. Ez egy óriási hatalom tud lenni ez az Executioner jelenleg lenne a kezébe. Anime Boy, mit tud kezdeni különben Librix-szel? Ez, hogy Librix remekül játszik ezen a mérkőzésen. Tehát folyamatosan 4-5 embert lezóna, ez nehéz vele. Oda mehet elé, odibálhatja, hogy This is Sparta, és körülbelül ez lesz össz dolog, amit tud vele kezdeni, hiszen jó, ideális esetekről beszélve, rá tud ugrani, megpróbálja kicsit damage-elgetni, makro leblokkolni a Haymakert, és így ennyi, de ettől független alaptámadásokba is, ha csak alaptámad egyébként Librix is, elhasznál minden képességet, amikor oh, Seven. Erősebb. Viszont hát, ez az, hogy Seven-nel mit tudnak kezdeni inkább. Letörölte teljesen a pályáról Ecciket, és ez, hogy Ecci most nem van a pozíción, van, hogy ő az, aki bárkit letöröl. Friend, remek mentés. X-től, és így lehet menni. Egy torony ledőlt, tudják pontosan, hogy hol van Seven, Anime Boy pont levétte a Haymakert, Loxigar pedig szintén itt van, és úgy néz ki, hogy inhibitor torony és inhibitort akarnak hozni. Hazament Blackie, ő az, aki tud javítani, redes ott van még a pajzsi, Sevennek alacsony idetője van, most Loxigarék rámehetnek, Blackie kiugrik, és ennyi elég. A Ravens nem akar teamfightot nyerni, a Ravens az meg akarja nyerni a game-et, és ez egy nagyon-nagyon okos döntés a részükről. Ha Sevenék elkaphatják magukat, az halálos sem lehet a Ravensnek. Seven olyan nincs ulti, de tepőt még tudnak jönni. Malackó látja Pro Kicks-et. Tudják, hogy Banonra van lehetőség az Élés Akadémia oldalán. Malackó megtalálja Seven. Sevennek továbbra sincsen ulti, és ezzel számolni kell, és elkapják. Megpróbálnak még kimenekülni, de ott van a dupla lefogás. Seven halott, Pro Kicks kifessel. És ember előnyben az Illés Akadémia, ráadásul Seven hiányzik. Nekem egy óriási kérdésem lenne. Sőt, igazából ez a nap kérdése számolva. Mikor fog találni a Koku? Semmi kritikát nem akarok ezzel mondani, nem akarom bántani, de tényleg ebben a játékban egyetlen egy kokónál se tudta eltalálni szinte ellenfeleit. És emiatt van az, hogy a Ravens, nagyon-nagyon jól visszatott jönni a játékba, és az Élés Akadémiának nehéz dolga van. Malackó belefáradt szerintem az előző mérkőzésbe, ott nagyon jól csinálta az a Kassadinnal. Vagy bocsánat, hát, főleg a szünetek, ugye mindig még edzést is tart. Igen, van még arra is ide, Anime Boy beugrik, Librix az, aki rápuk Frennen, mert ha őt próbálják meg megvédeni, továbbra sincsen Seven, és ez nagy baj, Frennen még tudja tartani a távolságot, de kettő embert sikerül eltüntetni az Élés Akadémiának, még az Frenna túlélte, de igazdi, és megmaradt a Baron is. Nem akart a Ravens ebből többet kihozni. Az volt a lényeg, hogy legyen egy... tehát kicsit vissza tudják szorítani az Élés Akadémiát, és ne hozzanak Baront és Seven odaérjen, mert hogyha a ketten túl is élik, és Seven megérkezik, akkor nem érdekli őket az a három elleni szituáció. Tehát ez mindenképpen kellett nekik. Elég volt Librix ahhoz, hogy Frenna elflesseljen, elhíleljen, Krokix folyamatosan ott legyen és védje.
ez egy nagy baj. És következő harcra már pedig nem lesz ez meg. Egyébként a két midlaner közötti különbségről beszélnék most egy picit, hogy 10 kill-je van Katrin, a 2 kill-je van Sevennek, és megnézed a farmokat, ez egyértelműen arra utal számomra, hogy Sevennel bőven több arany cseng, mint hát, Lucky-nél. Na, Cocoon, van rá lehetőség, le van lassítva, megint nem jön össze, hogy Seven elmenekül Toki segítségével. Viszont egyszerűen Kranus egyfajta erőség, 7-1-3. Mindenképpen Blacky a húzó elő az Illés Akadémia részéről, illetve Librix. Ezt, hogy meddig tudják ezt tolni egyszerűen az Illés Akadémia, hogy ez elég legyen számukra, azt nem tudom, de úgy érzem, hogy kezd elfogyni belőlük az erő. Úgy érzem azt, hogy a Ravens egyre jobban jön vissza, egyre jobban hozza föl a játékot, és egyre bátrabbak is lesznek, hiszen a teamfight tolni nem tudom, hogy tudnak-e. Nincsen ulti, nem tud beugrani Loxigar lopásra, nincs a legjobb pozícióban, nem is jön össze. Végre elhoz az Illés Akadémia, a kérdés, hogy mennyi lesz itt a sebzés, molaszkoznak, itt megpróbálnak eltűnteni el is még, de Blackin nincsen semmi fókusz, Brenn a Librix-el szemben küzd meg, Animal Boy-ékat szétszedi, Rockyxéknak kell kimenekülni, Brenn a belehal Librix-be, és itt lesz megpecsételve a Ravens sorsa, Blacky még itt van, ő meg tudja ölni Rockyxot, meg tudja ölni Animal Boy-t, nem Rockyx tud áldozni bárány, visszahúzza magára, Animal Boy pedig egyedül itt van, egyedül egy molaszkuba és egy egycikbe került, de itt egy sárkányt hoztak, 4 embert, és a barony valószínűleg. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy a teamfightok nem jöttek ezt a Ravens részére. Nem volt rossz a beugrás egyébként Seventől, Loxigától se, de ugye végül egy cikk hozta el ezt a sárkányt. Nem is malackó. Nem volt a legtökéletesebb. Így lehet tolni előre, meg van a barom. Meg a teamfightban, ahogy mondtad is, Lucky-re nem volt elég fókusz. Benne próbálkozott valamire valamit kezdeni, de amit Librix elindult felé, onnantól kezdve nem volt a megülése. Nem lehet erre kimozdulni. És nem értek veled egyet, mert látszik most már lassan Benznek a sebzése, Eszciknek pedig szintén, tehát megint ott volt az, hogy el tudta hozni a sárkányt. És a Ravensnél pedig Animal Boy és Loxigar igazából csak gyengül. Tehát, hogy őnekik már most nincs annyi sebzésük. Talán ez egy legjobb hátránya az a Pantheon itt a Ravensnek, hogy ők mindenképpen gyengülni fognak, vagy bocsánat, gyengülni fog Pantheon. Sinzeóban azért én látok egy hatalmas potenciált játék késői szakaszára. De ott van rajta, Seven. Ne felejtsd el, hát igen. Seven, nem látták, Benzre lehet rámenni, Benz azonnal megölik. Viszont itt van Librix, nézd meg, Librix végig mehet mindenki, Seven nem egy három ember közé. Ott még tudja tartani, Loxigar, mert nem volt a kempése, érkezhet a Pantheon, ugye nem volt, de Librix még mindig ér. Brenna az, aki osztja az kempét, és sikerül Brennak egyet megölni, meg lehet a következő, oké, okay, hogy most feléled. De ezzel a Baron biztosan elbukja, és a nagy részét úgy néz ki. Az Illés Akadémia egy darab emberen Eszciken maradott. Figyelj, Benz kiszedték. Eszciken nincs is ott, mert őt ugye megölték. Másodpercek alatt, igen. Tehát ezek másodpercek alatt eltüntették Benzt. Ez egy jó volt Sevennek. És ez kell, tehát a Ravens ebből tud alkotni, mert erre tud kérdés, és jók az engage-ük, amit már ugye kiemeltünk nem egyszer, hogy nekik kell nyitni, és nem úgy, hogy össze-vissza beszél, próbálkoznak berohanni, hanem bizonyos targeteket kipikkelni, mert nem volt fókusz tőlük eddig a teamfightban. Most, ha megnézed, nagyon jó volt az, hogy mindenki egyre ugrott rá, akire tudott. Tudták nagyon jól, hogy mi Anime Boy dolga, Anime Boy kicsit kizónolt egyébként Blackit. Ha jól csinálja egyébként Anime Boy, akkor a shieldjének köszönhetően le tudja blokkolni a teljes Katarina ultit a csapatának szinte. És ez tök nagy előny lenne, de egy nem látom azt, hogy Animal Boy tudna úgy pozícióni, most jó volt tőle, most tényleg szépen csinálta. Sevennek a sebzése, hát egy EQ, nem nagyon kell bemutatnunk azt, hogy milyen érzés az, amikor egy 969-es EQ az arcodba mászik és eltűnt, főleg, hogy egy Senna vagy. Ez szóval, esélyére nem mutatni. Librix meg nem tud mit kezdeni, de ott van a valami. De ott van, most egy cikk pont felérett, mikor leszették a balont, ügyesen megvárták, pont annyi idő volt, Frenna lehet bajban. Frennát kell kiszednie az Illés Akadémiának, és ezért, hogy ott van a baron, ugye a Ravensnek vissza kell vonulni. És nem tudja megvinni az Inhibitor tornyot sem, és az Inhibitort sem. Egy baron playnek egyáltalán nem volt az mi.
és ennyi embert vettettek az Illés Akadémiások, Librixet behúzzák, ez nem igazán lehet velük valamit kezdeni, és úgy néz ki, be akarják fejezni a mérkőzést, Gottigára hátulról mehet, Brennert akarják elkezdeni, és ott van a kokúr, ezzel majd lehet valamit kezdeni, Brenna csak fut, megvan az első kill, lehet menni tovább, Brokix az, aki még úgy oldalról próbált, és Librix az, aki Brenna lő, nem igazán csinált semmit, Loxigár pedig oké. Túlélte, és úgy néz ki, javítanak, de megint itt van, Brenna bajban van, Ibrix aki rámászik, de Noxigár bejön segíteni, és megállítják ezzel az Illés Akadémiát, de egy Nexus toronyba került mindez. Illetve anime bolyba. Hát egy anime bolyba is, most tudok pusolni ezzel előre fel a Ravens. Hát de hol? Van, hát ugye a közösségös milyen valamilyen terem vissza tudják szorítani a minionokat, és el tudják hozni az inhibitor toronyot, vagy akár az inhibitor 18-ek még malackó. Ezt nem folyik, ott van még Blacky, ő nagyon veszélyes. És meg kell küzdeni a Super Minionokkal. Leki úgy érzem, azt a mécsét kellő szeretettel szereti használni, amikor ehhez több fókuszt kap a kelleténél. Ebben semmi más nem tudnak csinálni. De bocs, még egy sárkányt esetleg elhozhatnak. 7 másodperc múlva éled. Vagy egy újabb hát csapda? Hát ezt nem hagyhatják semmiképpen sem az Illés Akadémia részére. Nem. Seven is Krokis tud kapni, el tud kapni valakit, de ha az egész Illés jön, akkor ott ők járnak a szabul. Na igen. Nem van, a Sergei most a Raven reszetelhet egy kicsit. Nagyon kiegyenlítették ez a mérkőzést, tehát azt, hogy mondjam, az első két játék mindig húzott valaki irányába. Igaz, hogy az első game is az Illés Akadémia részére húzott a legelején, amikor végül ugye a Ravens nagyon szépen visszajött és megfogta az Illés Akadémia Spiritet, de ettől függetlenül ott a pikkeléseken látszott. Viszont most ez a mérkőzés szinte fejfej mellett halad, azon kívül ugye az első után 5 vagy 6 percben volt a problémája a Ravensnek. Így van. Hát Blacky látszik, hogy megpróbálja beváltani a lehető legtöbbet azokból a korai gyilkosságban, és még nincsen full buildem. Tornyokban viszont nagyon jól áll az Illés Akadémia, folyamatosan tudják, hogy hol lehet pusholni, hol van rá lehetőség. Hú, bevállalják? Benzik, bemennek előre? Brenna ott van, és Krokix, hogy nem elég, hogy megvédje. Librix! Librixet sikerül megállítani, amiben boly rajta van. Brennának nem rossz a sebzése, megint Librixet akarják eltakarítani, de ő a legtankosabb verzió, Loxigárnak ki kell onnan menni, Seven megérkezik. Aztán, hogy nem sikerül senki, malackóra jön a sebzés, Krokix nem lehet oda bemenni. Az egyetlen stun, ami sikerült, az Essieknek volt a stunja, Sevenről ne tudjon tovább menni. Seven, egyfajtában ott az ez alsó ösvénye. Ez nem csak az, de Seven ott van egyfajtában az alsó ösvénye, mindig próbál side-pusholni, és hát Illés Akadémia még kihasznál, és ebből tornyokat hoz. Ugye egy Nexus toronyba került neki, illetve egy top laner ugye második toronyba. Loxigár most már bemehet, ott van rajta a Guardian. Ugye bírja egy ideig. Ördög ilyen jó aranyjal rendelkezik jelenleg a Ravens. Túloldalt egyébként valószínűleg ugyanúgy utolt, ugye ilyenek az Illés Akadémia Spirit egy toronnyal. 7-8 a tornyok árása az Illés Akadémia részére. 3-3 a sárkány. Utolsó sárkány és 3 perc múlva. Mindig ott vannak az Illés Akadémiások, és le akarják tolni ezt az inhibitort. Brenna egyedül van, ezzel számolni kell, és valakinek oda kell menni azonnal megvédeni, hogyha Librix ráfut, akkor vége a játéknak. Itt viszont egy jó bekerítés lehet. Egy ember van számolva, de az nem biztos, hogy a legjobb. Balackóra van a fókusz. Brenna igazából Essieket próbálják kiszedni, sikerül is Essieket megölni. Librix az, aki rámegy Brennára. Brennának foglalkoznia kell, mindenki fordul Librixre, Seven pedig feltakarítja, és ezzel egy tiszta ászot fog összehozni a Raven. Remek játék! És innentől kezdve akár baron, akár győzelembe is fordíthat, nem tudom, hogy mi lesz itt a cél. Anime Boynak van teleportja. Úgy érzi a Raven, hogy nem tudja befejezni ezt a játékot. 31 másodperc múlva élet pedig Essie. Inkább elhoz egy biztonságosan a baront. Ugye 2 perc múlva a sárkány éled. Seven tolja kőkeményen előre fele közben a középső sményt, mert volna tépézett botra. Lekérkezik ki az észre, ami nem talál. Seven jól érkezett, jó volt a stun. Túlélte, gyorsan tudott healelni. Ultiának köszönhetően Seven, és ennek ezt tudtak takarítani tovább, ahova kell. Malackóban nem volt akkor erő, hiszen gyorsan el tudják vinni, ezért mégiscsak egy squishy karakterre beszélünk. Librix meg tök mindegy, hogy mivel próbálkozik. Tök mindegy, mennyi tankos, jó volt a fókusz. Blacky nem tudott megmozdulni a teamfightba, illetve Essie. Tudják, hogy most már Librixre nem kell annyi energiát belefektetni a Ravensnek. Elég, hogyha Blacky-t, illetve Essie-ket elkapják. És hát Benz pedig Seven azt be fogja takarítani. Hát most már ez az a verzió, ahol Frenna teljesen beérett.
ővele nem igazán lehet mit kezdeni, animebolyék remekül csinálták. Crocix is megakadályozta, megszakította Blackie-nek az ultiját. Egy ilyen tiszta... Ezt nem tudom. De most az Illés Akadémia meg fel kell ebből állni. Nem tudom, hogy egyáltalán lelki erőjük lesz-e hozzá, hiszen ezt a győzelmet nagyon-nagyon akarják, nem véletlenül. Meg tudták fogni egyszer a Ravens sikerülően megint teamfightokban. Most úgy tűnik, hogy a Ravens sokkal, de sokkal erősebb. Viszont ez annak azt jelenti, hogy ők engedjenek, ők azok, akik előre bemennek. És most is próbálnak meg szívesodni. Előre megy. Librix-et, nézd meg mennyi a sebzés Librix-re. Bensnek szerintem nincs elég lelke. Rengeteg lelke van, de nem hiszem, hogy elég. Felvegye a verset, akár Brennával. Estik nagyon hamar eltűnik rendszeresen. Your root. Nem, egyszerűen nem tudod, amely az Illés Akadémia. Nekik kell valahogy engage-el, nekik kell megtalálni azokat az elkapásokat, de Ravens nem hagy magán egyszerűjükat. A Seven sikről elkapni, be tudnak menni. Librix keresi a lehetőséget. Van ultia. Egy jó szint aztán talál, és Rennát vagy Seven, és inkább azt mondom, hogy Seven próbálják megfogni. Ha az sikerül, akkor lehet belőle menni. Egy inhibitor leesik, lehet fordulni topra. Seven-nek el kell ultizni, ott van négy ember között, malackót célhozza meg, még az ulti kiszedni, de belehal Seven, mínusz egy ember. Nem rossz ulti animebolytól, de megint az, hogy nagyon szét van szaggatva az a harc, animeboly is túl tudja élni elég sokáig, most viszont jöhetnek egy kicsit vissza, egy az egyért cserélnek. De ezzel kiesett a frontline az Illés Akadémiának, Ravens pedig vissza tud fordulni, és meg lehet nekik a negyedik sárkány. Egyszerűen erre nem tud kimenni, nem fog tudni kimenni az Illés Akadémia erre a negyedik sárkányra, és ez a Ravensnek hatalmas előny, de főleg a Roxigáron is ott van, Anime Boyon is, nem tudom, mit tudnak alkotni vele. Tehát próbálkoznak mindenképpen ellopni, szükség van rá, hogy elhozza az Illés Akadémia. Malackó esetleg megpróbálhatja ellopni, de 2000, nem hiszem, 1005, megvan. Nem és tudja elhozni. Loxigár. Nem tudja elhozni, nem tud mihez kezdeni így az Illés Akadémia az ilyen gyors leszedésekkel. Friend van nagyon-nagyon és óriás sebzés van benne. És külön ugye ott van Seven, akiről már nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor beszéltük akár ezen a meccsen folyamán. Hogy egy Echo-val játszik, amiért beugrik és akit kiválasztok, akit kinéz, az szépen fogja magát és így eltűnik egy csettintése. Blackie full builder, ennél erősebb ő már nem lesz. És nem tud bemenni egyszerűen az a Katarinával, mert CC hegyek, megállás nélkül, és hogyha Seven látja azt a részt, hogy elindulna Blackie befele, akkor el fogja hozni őt gyilkosságnak. A Ravensesek is pihenhetnek egy kicsit, az Illés Akadémiának kell takarítani, mint pedig topon a Super Minionokat. Ki ezeket le lehet külni esetleg botra, mert ott van egyedül inhibitor és inhibitor torony az Illés Akadémiától. Kérdés az, hogy kit lehet leküldeni, vagy pedig az, ki fog lemenni. Mindkettő. Seven. Seven fog az, aki inkább elindul valamilyen irányba sidelane-re pusholni. Talán még Anime Boy lehetséges, akit le lehet küldeni az ultiának köszönhetően. Ugye ő az, aki nagyon könnyen be tud csatlakozni a harcokba, és nem is a teleportja az elsődleges lények, hanem ugye az ultia. Úgyhogy ha az ellenfél base-én vannak, akkor ő Malackó. Szabadon bárhova tud ultizni szinte már. Ez cég. Sikerül lesz a Crocix-et, de ez nem az a cél, amit keresnek. Látták, hol van Seven, látták, hol van Anime Boy, talán egy catch-t be tudtak volna játszani, viszont Ziggler nem meri ezeket megjátszani, amit a Ravens végig megjátszik, végig ott van, hogy tudják, mihez kell kezdeni ezekkel a stunnokkal, ezek a kisebb CC-kkel, aminek örülni kell, amiket ki kell használni, ők ezeket mind-mind kihasználják, az Illés viszont nem. Kell egy kis idő a Ravens toplényének, hogy beérjen a bázisra, ott van, mert kettő Super Minion oldalról Seven az, aki problémát okoz. Az idő egyelőre a Ravensnek kedvez. 43. percnél járunk a játékba. Rengeteg a csapda. Igen, ez az, hogy vissza kell fordulni erre a Nexus tornyokra, hogy megvédjék őket. Kimenni nem tudnak. Seven nem tudnak mit kezdeni, és Seven csak takarítja a minionokat, most ráfordulnak hárman. Sevennek kicsit visszább kell menni, de nem, ő inkább előre megy. Ott van, sikerül ezeket elbüntetni azonnal, ultival ki. Ezzel meg lehet hívva az alsó részén, és a bázis most már három helyen jönnek a dupla Super Minionok. Nehéz ezt, hogy bármi közé a Frendát sikerül behúzni. Ez lehet az, amivel tud kezdeni, vagy valamit az Illés Akadémia. A Frenda alacsony, Frenda meghal! És ez hatalmas, hogy a Ravensnek. Loxigár oldalról, Seven még tudja tartani a helyet.
megpróbálnak rámenni Benzre, Benz még el kell tüntetni, különben itt nagy baj lesz, Benz sikről eltüntetni, Oxigálék menekülnek, Rockix az, aki esetleg ki tudja őt menteni. Megvan a tripla gyilkosság Blackinél, hatalmas elkapás Frennán. Ez ott a Super Minionok ott vannak. Erre volt szükségeik, ez illis akadályok, hogy Frennát ki tudják szedni. Sevennek nem volt ulti, az előbb elhasználta ott, hogy el tudja hozni ezt ciket. Azért... Hát nem tudom, hogy mit mondjak erre. Ezek a fájtok, mert tényleg arról szól, hogy ki hogy tud pozícionálni, ki tudnak elkecselni. Most az Illis Akadémia jól vette észre azt a pillanatot, hogy hol tudják megfogni Frennát. Hol tudják egyszerűen elbörstölni őt minél gyorsabban. Viszont ha ezt nem tudják többször eljátszani, akkor nem fog ennél előrébb jutni jelenleg a Illis Akadémia Spirit. De ha viszont ez sikerül, akkor meg tudják fogni a Rémet, meg tudják nyerni ezt a mérkőzést. Itt már nem arról beszélünk, hogy mekkora esélye van bármelyik csapatnak, hiszen mind a két csapat, ha valaki megszerzi az ászt, az bizony nyerni fog. Ebből baronra lehet fordulni az Illis Akadémiának. Toxikárik érkeznek. Jó, nagyon megy le az a baron, de info kellene róla, senki nem mozdul ki. Ezer. Na, lássuk. Loxigár, lebuknak, Loxigárnak a lopása, most ugrik be, mehet be, ezer életerő alatt megvan Vigon Valaszkónak a baron. Kérdés, hogy mit tudnak ebből hozni. Blacky eltűnik, inkább is egy időre. Ott van még az ulti Frenna oldalról, megint Librix az, aki osztja, és Librix eltűnteti Frennát, új Pence. Ebből viszont életben van, és ő tudja osztani a sebzést. Elkapják, Benznek itt van már a sebzése, Benz megöli Seven, és innentől kezdve menekülni kell. Eszik és Benz. De időközben mi történik a Nexusnál? Kettő darab inhibitor fenn van, de mind a kettő Nexus torony le fog esni. Nem, az egyik biztos. De úgy néz ki, megmentik a másodikat. Na, az előkészítők köszönhetően ott van még a megisztett. Meg hát ugye a szó, meg ugye a baron erősített minionoknak köszönhetően, hogy bespawnoltak még pont időbe. Nem nagyon tudta megfogni. Baron megvan Benzen is esziken. Benz beérett azt, hogy mondjam. Őrá vártunk szerintem elég sok ideig, hogy hozza azt a sebzést, szennel valamire szükség van. És most látszott, hogy kell fókuszálni. Tehát most volt az, hogy Seven azt mondta, hogy jó, elengedem ezt ciket, elengedem Benz, teljes mértében minden figyelmet Blackyre fordítom, hiszen előbb beltölt hozni gyilkosságot, és én úgy érzem, hogy már nem Blackyre kéne fókuszálnia, hanem ahogy eddig is tette, Eszcikre és Benzre. Illetve valakinek oda kell figyelni Frennára, mert Librix vérszemet kapott, ő már nem érdekel semmi. Tudja nagyon, hogy kit kell fókuszálni, bármi áron ő el fogja hozni Frennát, ami egy óriási nagy veszteség a Ravensnek. Nyilván sokkal több védelmet kell adni Frennának, mert ez így nem fog működni. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki ezt a sárkányt el fogja hozni, szerintem az a játékot is meg fogja nyerni. 10 másodperc, és ki tud mozdulni az Illés Akadémia is. Librix. Bemegy, nagyon hamar bemegy. De ott lehet, hogy az oldalról nem is rossz. Animeboy azonnal meg, az ember átlagyom az egész Raven. Seven hátulról, nem sűr senkit elkapni, egy sziket próbálják meg megölni. Nagyon egybe vannak, és nagyon ott a sebzés. Megint meghal Frenna, és ezzel az Illés Akadémia fog tovább jutni. Seven és Crokix van életben, sőt, most már csak Seven. De egy Echo nem fog nyarat csinálni. Seven megpróbálkozik lebészrészelni? Nem tudom elkezdeni, mit szeretne. Én se. Seven nem megy haza, nem, tehát hát azt ugye nem tudja megvédeni. Aha. De azt ő azt mondja, hogy bemegy, hogy nem érdekli. Aj, Seven! Ez nem szokott jól sikerülni. Lassan éredni fog. Van már ott egy inhib. Be is pingelik. Lehet ütni. Jönnek haza, hogyha már csak hazahúzzák őket, az se rossz. Sevennek meg lehet az MNAB játéka. Ott van még az ulti. Ez eddig nem rossz. Eszikre lehet fordulni, Esziket eltünteti, ez már jó. Seven még mindig tudja tartani magát. Közben a másik oldalt még mindig ott vannak, és ütik a Nexus. Malackó behúzhatja 10 másodperc, és ezzel az Illés Akadémia jut tovább. 2